Lehet, hogy néhány reményt fűznek ahhoz, hogy majd azt mondom, hogy az apának van helye a családi rendszerben. Hát nincs. Az apa is egy fogalmi káosz. Ugye van egy ilyen rábizonyítható tényállás, ami egy genetikai vizsgálat, de azután hát egy teljes szerepkáosz. Ugye először is, amit rajta számon szoktak kérni a kisbaba fürdetésénél, meg ilyesmi, az egy úgynevezett anyai funkció. De hát azt már mondtuk, hogy ez nem is az anya dolga, mert hogy ez bárkinek a dolga, aki a gyerekkel, odafigyeléssel és gondossággal van jelen. Úgyhogy ezt hagyjuk. Akkor szokták mondani, hogy az apa mint családfenntartó, mint kereső, meg ilyesmi, de hát ugye ez is egy teljes képtelenség, mert az apának ott a helye a családja körében, és derűt kell sugároznia, és megjelenni a gyerek fürdetésekor, és erőt adni a feleségnek, meg ilyesmi. Na most nyilvánvaló, hogy aki egy elkötelezett, komoly alkotó munkát végez, annak erre minimális esélye van, de sohasem fog tudni teljesen megfelelni. A harmadik, hogy adjon apai mintákat, ami miatt ugye minimum lecsukatják a nővédelmi szervezetek, hiszen az apai minták azok családfői viselkedésmódok, amik pedig nagyon ellentmondanak annak, hogy egyenjogúság van, annak, hogy közösen meghozott döntések vannak, meg az összes olyan normának, ami ma a lelki bántalmazástól megóvja a családot. Ezért hagyjuk, hogy az apának bármilyen helye legyen a családban. És miután ugye már kiszűrtük a férjet, eltávolítottuk az anyát, kivettük a feleséget, ezután nagy kérdés, hogy mi marad a családban.